Vendégünk a Turbo zenekarból Jero. Hello, szia! Üdvözlünk itt a fedélzeten. Sziasztok, köszönöm. Itt már a felvezetőben említettem, hogy 2015-ben volt egy nagy műpás koncertetek, viszont utána visszavonultatok. Mondhatjuk azt, hogy pedig pont akkor volt a zenekar a csúcsok csúcsán, nem? A legmagasabb szinteken. Nyilván. Mi annak az oka, hogy pont ott hagytátok abba? Igen, nyilván az egy jó koncert volt, meg jó lehetőség, de úgy belül azért más. Nyilván van egy zenekar, mint egy család, ugye vannak különböző dinamikák, és ott valahogy már nem működött, és akkor ott így lepihentünk. Nem hagytuk végleg abba akkor, ez csak ilyen pihenés volt, akkor is jeleztük. Amúgy én basszusgitározom, nem gitározom, csak van egy kis különbség, hogy így, aki tudja, tudja, aki nem, az most már tudja. Akkor vendégünk a Turbo basszusgitárosa. Igen, igen, így pontosan. Köszönöm szépen. Gitár néha belezavar. Semmi baj. Én nem tudom eldönteni, hogy Turbo rajongónak lenni mennyire hálás vagy hálátlan feladat az utóbbi években, hiszen bocsánat a hasonlatért, de olyanok vagytok, mint egy kiszámíthatatlan szerető, hogy az egyik nap minden jóval elhalmozzátok az embert, legyen szó lemezről, klipről, aztán hónapokra vagy akár évekre is eltűntök. Holnap este szerencsére két év után újra találkozhattok a közönséggel. Milyen érzések vannak bennetek, benned ezzel kapcsolatban? Abszolút jó érzések vannak, amúgy hiszem az igazi rajongó az örül annak szerintem, hogy újra játszhatunk, meg mi is nyilván örülünk ennek. Valóban rég játszottunk, ugye a pandémia is azért közbeszólt, kicsit visszavetett minket, főleg így a dal után, ami két éve volt, hát így alakult. Mióta készültök erre a koncertre, és mennyire intenzívek mostanában a próbák? Hát körülbelül kb. Úgy augusztus vége fele kezdtünk el, és próbálunk heti 2-3-4-szer elég intenzíven, tehát hogy... Igen, ezt hallottuk, hogy most azért elég intenzívek ezek a próbák, most elég sokszor összegyűlnek. Igen, hát maga a zene is elég intenzív, úgyhogy az intenzív próbákat igényel, úgyhogy ezért... Azért az elmúlt 17 év alatt 5 nagylemezt is kiadtatok, szóval bőven van muníció, miből válogatni a holnapi koncertre. A setlistet hogyan állítottátok össze? Mondjuk volt-e egyetlen értés azzal kapcsolatban, hogy mi kerüljön holnap repertoárra? Kisebb viták voltak, de nagyjából egyetértés volt. Hát úgy végignéztük így a repertoárt, és akkor azt feltétlenül meg, hogy tulajdonképpen a számok, így a szabadság, szerelem, így eközé, hogy e köré fonhatóak, és a számok egy része a szabadságról és a szerelemről szól, egy másik szem meg annak hiányáról, hogy nincs szabadság, nincs szerelem. Mondjuk vannak olyan számok, amiket te szerettél volna, hogyha bekerülnek, de végül kimaradnak a holnap estéből? Hát én ebben nem szoktam beleszólni, tehát hogy ez le van osztva, hogy kik azok, akik ezt igazából a Dávid, a gitáros, meg a Jávor, a dobos, ők meg talán a Balázs, az énekes, ők akik ezt igazán gondozzák, hogy milyen számok hangozzanak el. Én alkalmazkodom. Igen, talán Balázs a Mezgerélő című műsorban, a Petőfi Rádióban azt mondta az interjúban, hogy ő egy picit vissza szeretett volna fogni a tempóból, venni a tempóból, egy kicsit papásabb szeretett volna, aztán pont így fogalmazott, hogy egy kicsit lassabb vizekre vezetek, és ez nem így lesz akkor holnap, itt fel fog robbanni az a 38-a, jó? Hát alapjában azért egy sűrű zene, gyors számok, igen, tehát próbáljuk azért azt reprezentálni, ami amúgy a Turbo, és aki ezt ismeri, az tök jó. Igen, az iránytű, ugye ezt elhangzott, nem egy rossz szám, de azért ennél vannak azért sokkal jobbak szerintem, tehát aki csak az iránytű miatt jön ide, remélem, hogy nem fog nagyon meglepődni. De a legutóbbi Csillagból emberré című magyar nyelvű lemezetek mennyire adja a gerincét a holnap estének? Van egy pár szám. 14 szám lesz, ebből 6 arról a lemezről. És milyen meglepetésekkel készültök? Például különleges az előzenekarotok, vagy hát egy egyszemélyes előzenekarotok van, igen, aki igen. Pontos akarok lenni. Igen, hát ő mindenképpen, de hát nem meglepetés, mert te is tudsz róla már, úgyhogy ez nem mondanám a meglepetés. Bár nyilván aki nem készült fel előre, az biztos meglepődik, de valóban ő egy nagyon-nagyon színvonalas produkció, úgyhogy várjuk szeretettel. És esetleg milyen terveitek vannak még? Mondjuk klipet már elég régen adtatok ki, mondjuk ezzel kapcsolatban vannak-e ötletek, gondolatok, hogy a jövőben esetleg bővítitek a klip-repertoárt? Klipről nem beszélgettünk, esetleg új számok majd születhetnek, valamikor úgy 2 év múlva, 3. Nagyon szépen köszönjük, Jero, hogy akkor eljöttél hozzánk, és jó bulit kívánunk holnap estére nektek.